rugbit. Na mindegy, ennyit filozófiáról, meg a reményekről. Tényleg mindenki Svájcra figyel. Profitálnak abból az egész sportág, hogy a válogatott feljutott. Reméljük, hogy még többet lehet majd a válság. De attól még talán Újpestre is több gyerek jön. Horvát állítja meg a korongot. A rendkedvéért mondom csak, bízunk benne mindig, hogy vannak új nézőink. Fehér, világos mezben az Alba Volán együttese, és ezúttal lila feketében az Újpest a hazai jégen. Sikerül hozzáérni, még mindig ott marad a korong. Szép védés másodszor is, nagyon jól látott Matus Palkó. Úgy tűnt, mint a két csatár egymást zavarná, de nem kellett, mert sikerült ott terpeszállásból segíteni a társat. Ez viszont egy remek kiugrás, mellé száll a lövés. Nagyon nagy helyzet volt Kadlubiak előtt. Moskai tette Palkovicsnak, remek volt a közbenyúlás, és nagyszerű volt a szerelés. Kadlubiak. Először úgy tűnt, hogy rossz irányba fordul. Zloha. Beviszi a kapu elé Zloha. Szuper Levente szúr ki. Ott az Itzer. Mekkorát védett. Szuper. Aztán viszont már nincs segítség. Kubek a gólszerző. Nem tudom, hol volt a fehérvári védelem, de az biztos, hogy három újpesti játékos próbálkozhatott szinte üresen. Én úgy éreztem, hogy már az elsőnél megállnak, nagyon fellélegzik. Erre egyszer csak feltűnik egy újpesti, aki után akkorát védett Levente, hogy bravúr, hogy nem sérült meg. És utána két újpesti, majd nézzék meg, kettő meg a lábbal való védés után kettő rongyorra. Itt Zloha, Horváth beengedte. Az újabb, a nagy védés. Kadlubiak kísérleténél, és aztán Dubeknek nagyon-nagyon könnyű dolga volt. Ennél sokkal nehezebb helyzeteket, és ő nagyon nagy magabiztossággal old meg. Tehát Vladimir Dubek góljával vezet az Újpest a második mérkőzésen is. Bocskai. Na, ők kimondottan sokat vannak a jégen. Még mindig helyzet. Tokai. Ráemeli gól! Emberelőnyös gól, egyenlít az Alba Volán. Itt takarás. Nem csak az Újpest teszi meg ezt az emberelőnyt, hanem a világ számos válogatottja. Az új kapitány. Tényleg talán nem is beszéltünk róla. Először fordul elő, hogy egy a származását tekintve ős dunaújvárosi játékos viseli a C betűt a fehérvári csapatban. Ebből így helyzet lehet, szuper, visszacsúszik a korong. Berta góljával másodszor is vezet az Újpest. Jó ütemben rongyolt ki, szuper, de hogy beledöfött a csatár sípcsontjáról visszavágodott. Ha erősebb lett volna, akkor a korong kapu mögé megy. És nem gól, így viszont nagyon szépen még oda piszkált egyet a csatár. Nem volt szerencséje szuper Leventének, viszont harmad elején még a büntetőpadon ülő Németh Péter góljával 2-1 az Újpestnek. Éme. Hát az, hogy nem volt szerencséje, az enyhe kifejezés. Óriási bal szerencse az, hogy pont szöktette is egyben az a visszapattanó korong Németh Pétert. Schmidt Biström, aztán már Guerrero, Kovács. Van üres ember, Merz, gól, 2-2. Nagyon szép összjáték volt. Mondta a találkozó elején Pék György, hogyha gólokat akarnak lőni, támadni kell, a támadáshoz kinyílnak. És tulajdonképpen ez történik. Viszonylag gyorsan jön a válasz, 2 perc, sem telt el 4 másodperc híján. Így kell lejátszani egyébként ilyen 2 passzal, a 3-2 megint, de 2-1, és utána 3-2-ből 2-1, 2-1-ből 1 a semmi. Kiállítás. Verekedés is, nem csak kiállítás. Nem tudom, mennyi látszik belőle, de elég komoly bunyó alakul ki. És Fodor Szabolcs kapott egy-két komolyabb pofont, mert a meszt sikerült lehúzni a hátáról.
Zoha. Nagy játék! Újra vezet az Újpest! Felgyorsították az ütemet, és Dubek második góljával 3-2-re vezet az Újpest. Ez volt ugye az az emberelőny, amit egy kicsit nehéz volt kibogozni a berekedés után. Tehát az, hogy először Fodor szabálytalankodott, az gólt ért az Újpestnek. Hiszem, védők nélkül szokták így gyakorolni az emberelőnyös helyzetet, hogy hogy járjanak korom. Itt egy. Mert a kapu előtti embert elfeledkeztek róla, gólszerzőről. Minden esetre az volt a szép ebben a ritmusváltásban, hogy nagyon-nagyon pontos passzok voltak. És ebből majdnem elindult az Újpest. Kicsit késve történik meg mindez. Hát dobják. Virág korcsolyázott mellette. A biztonságos védekezés mindenek előtt. Ocskai. Nagy passz. Bent van. Azt hittem, hogy a nagy passz nagy védés követi, de valahogy behullott, bevánszorgott a korong. A botról pattant föl. Előre ellentámadás volt, Újpest részről elveszítették a korongot. Kontra Ocskai megiramodott a jobb szélen és középradása után. Védő már nem ért vissza. Igen. Hát ez némileg szerencsés gól. Ocskai pontos átadása és fekete a gólszerző. Így viszont marad a korong a Palkó kapuja környékén, 5 másodperc és kiegészül az Újpest. Gólhelyzet, bent is van. Milyen egyszerű az utolsó másodpercben gólt szerezni, hogyha elfeledkeznek egy játékosról. Körülbelül kölyök bajnokságban van ilyen középradás és gól utána. Láttunk ilyet a szünetben. Kovács Csaba ezen a mérkőzésen az első gólját szerzi. Tényleg már valószínűleg várták vissza a társat a büntetőpadról. Ez nagyon egyszerű gól volt. Le a kapu mögé Guerrero. Egy pontos passz. Szépen odaívelt egyébként. Igen. Nem lapos volt. Én azt néztem, hogy a hátvéd is elindult fölfele. Azt nézed, a két darab harmadik harmadban 6-0 az Alba volán. Gól különbsége. Palkovics, csodálatos passz volt középre, ez is gól. Ocskai a gólszerző, a gólbíró azonnal kigyújtotta a lámpáját, lehetett érezni, hogy a kapu alsó keretéről vágódik ki a korong, és akkor most lehet számolgatni a másodperceket, hogy a kettő között hány telt el. Igaz, hogy 7-0. A harmadik harmadban, ezen a mérkőzésen pedig 5-3. Kellett azért sípszót, vagy ugye játék megállását nem láttam, kellett hozzá Ocskai gólöröme. Ocskai elhozza a bulit, Palkovics ellövi, de eltalálja Horvátot, és akkor még egy pár másodperc. Ocskai még visszateszi, ebből egy lövés most van. Úristen, mekkora gól a végére! 3-mal a vége előtt, Palkovics, emberelőnyös gól, 6-3. Még marad 2 perc emberelőny. Lehet gyakorolni ezeket a formációkat. Tudják persze az újpesti szurkolók is, hogy honnan fúj a szél, hogy mekkora a különbség a két csapat lehetőségei között, és az iménti taps, amikor már a végére készülve mindkét tábor tapsolt, annak szólt, hogy az újpestiek ma is mindent megtettek, ami tőlük telhető az Alba Volán ellen. 3-szor vezetett az Újpest hazai jégen. 1-0-2, 1-3-2, végül 6-3-ra az Alba Volán nyerte a mérkőzést.